Szia, vezérigazgató úr! Szia! Szervusz, Zoli! Üdvözöllek! Olyan sokat nem volt még módunk egymással beszélgetni. Talán az első ilyen kicsit hosszabb beszélgetésünk lesz közös életünkben. És azt gondoltam, hogy muszáj lenne a magyarországi takarmánypiac vezetőjét, ha szabad így fogalmaznom, gabona és takarmánypiac egyik vezetőjét megszólítani abban az ügyben, hogy hogy mint áll jelenleg nem csak a készletezési lehetőségetek, hanem a gabonapiac. Nyilván áttekintésed van róla nem csak magyarországi, hanem európai is. Ezzel kapcsolatban szeretnélek kérdezni, de még mielőtt ebbe a részletbe belemennénk, azt meséld el, hogy hogy vagytok így ebben az offline, online világban, amikor szabad is kint lenni, meg nem is, kell is, meg nem is. Hogy tudjátok megoldani ezt a home office-t? Így van. Köszönöm szépen kérdésedet. Mindenképpen ezzel a fontos dologgal kezdjük. Ugye a Cargill 66 országban van jelen 160 ezer munkavállalóval, így egy elég nagy kihívás jelentett számunkra is ez a COVID-19, vagy magyarul koronavírus helyzet, és ez a járvány. Ugye Cargillnak három fő értéke van, ami alapján a döntéseket meghozzuk. Az egyik az a legfontosabb, hogy az ember az első, put people first. A másik az, hogy cselekedj helyesen, a harmadik pedig, hogy tegyünk többet. Tehát ezek alapján Magyarországon is már a vírus, tehát a járvány kezdetekor március közepén elrendeltük minden irodai dolgozónak az otthonról való munkavégzést. Ennek a körülményeit lehetővé tettük, ugye egy több mint 100 emberről beszélünk. A sales csapatunk, tehát akik a termelőket látogatják, vagy akik a takarmány felhasználókat látogatják, ők korlátozott számban végzik ezeket a látogatásokat. Igazából, hogyha nincs nagyon fontos olyan megbeszélni való, amiért meg kell ezeket a látogatásokat el kell végezni, akkor otthonról dolgoznak. Tehát ez 95%-ban otthoni munkavégzést jelent mindenkinek. A telepeinken, gyárainkban pedig elrendeltünk több dolgot. Az egyik, hogy mérjük, amennyiben lehetséges a hőmérsékletét minden telepre érkezőnek. A kamionosok részére maszkokat osztunk, hogyha nem rendelkeznek maszkokkal, és a munkavégzési rendet azt úgy módosítottuk, hogy meglegyen az a másfél-két méter távolságot dolgozók között. Jelenleg hány kollégátok van, aki a telephelyeken és a gyárban dolgozik, és mennyi van az, aki amilyen váltásban, vagy mondjuk vírusügyileg, akár karanténban, mert úgy mondom, hogy munkaügyi váltásban van, hogy osztottátok meg a kollégák munkaviszonyát? Karanténban, hála Istennek, ugye a Cargill, tehát karanténban nincs egyetlen munkavállaló sem, igazolt fertőzött, vagy fertőzés gyanús munkavállalónk sincsen. Tehát azt a 390 munkavállalónk van, ebből nagyjából 130 az, aki otthonról végzi a munkáját, a többi munkavállaló az vagy műszakban, egy-két váltott műszakban végzi a termelési tevékenységet, ugye a takarmánygyárban és a kaposvári gabona silóban. És hát ugye, ha betartjuk azokat az óvintézkedéseket, amiket központilag is és helyileg is meghoztunk, akkor úgy érzem, hogy biztonságos munkavégzést tudunk a kollégáinknak biztosítani. Gazdatársakkal, hogyha egyeztet az ember, akkor azt hallja, és a kérdés ügyileg fel is kell, hogy tegyem neked, hogy álltok azokkal a szerződésekkel, amiket gabona felvásárlásban megkötöttetek termelőkkel, tudjátok-e teljesíteni őket, visszamondjátok vagy nem őket, a gazda mennyire lehet biztonságban, hogyha szerződött veletek? Ezt, hogyha valaki a Cargillnak az értékeit, legfőbb értékeit ismeri, akkor ilyen kérdést, hogy felmondjuk a szerződést, vagy visszamondjuk, ezt még akár feltenni sem nagyon szoktuk, tehát mi minden szerződési kötelezettséget mindig eleget teszünk, legyen az szóbeli vagy írásbeli szerződés, de természetesen ugye írásban szerződünk a partnereinkkel. Mindenki, aki velünk kötött szerződést is, a szállítási határidők miatt elkezdett izgulni, én azt mondom, hogy nyugodjon meg, a kamionos és vonatos kapacitás és az osztályos kapacitás is rendelkezésre áll, annak érdekében, hogy a szerződés teljesül, mindenki mindenre ki tudjon örülni, és az új termést be tudja fogadni.
Ez egy jó hír, és az nem azért volt muszáj rákérdeznem, mert megzárni akartalak vele, de muszáj tudni azt a gazdáknak, ez egy fontos információ volt, és jó, hogyha ezt kommunikáljuk feléjük. Az idei termés még messze van, de azt már mondhatjuk, hogy talán a felkészülés már zajlik. Hogy álltok az idei termésre való szerződésekkel, mert hát lassan a gabona előbb-utóbb be fog érni, még ha most szép zöld buzatáblákat is látunk, azért hamarosan lesz abból sárga is, és be kell takarítani. Mennyire változtak a gabonárak ezzel kapcsolatban? Egy kis áttekintést adnál nekünk, örülnénk neki. Ja, oké, a gabonárakat, a forintban denominált gabonárakat két dolog határozza meg, a világpiac és az euróforint árfolyam. Na most a világpiaci árak is stabilizálódtak, az euróforint pedig, hát ugye a forint gyengülése miatt nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, 350-370 körüli árakat is, vagy árfolyamot is láttunk. Ezért én azt mondom, hogy az új termésű árak, azok mind búza, mind árka tekintetében, de akár már a kukoricáról is beszélhetünk, hiszen annak a szerződése is elindult, vagy beindult. Nagyon olyan szinteket ütöttünk meg, gondolok itt mondjuk egy 50 ezer forintos telephelyi búzára, ami a termelőknek már egy hasznot garantál, ezért elindultak a szerződések, folyamatosan árakat közlünk a termelőknek. Mekkora tárolókapacitásotok van, ahol Magyarországon a megvásárolt terményt tárolni tudjátok? Saját tárolónk az egy darab van, de nagyon-nagyon nagy mennyiségben tárolunk úgynevezett bérelt tárolókban, legyen ez a tároló egy logisztikai szolgáltatónak a telepe, legyen ez a tároló egy termelőnek a saját tárolója, tehát ez több százer tonnáról beszélünk. És ami fontos, hogy tehát a termelőtől is úgy vásárolunk, hogy kifizetjük a árut, aztán meghatározott időponttól tárolási díjat fizetünk a termelőnek. Itt nagyon-nagyon fontos azt megemlíteni, hogy a logisztikai szolgáltatókkal egyetemben a termelőknél is fontos lenne, vagy fontos dolog az, hogy az árunak a minőségére nagyon-nagyon figyeljünk. Ez, látom, hogy ebben egy javuló tendencia van, de még mindig van hová fejlődni, hiszen hogyha a logisztikai kapacitásokat akkor tudjuk legjobban kihasználni, akkor tudjuk a legjobban és leggyorsabban eljutatni a termelő termék a világpiacra, vagy a környező piacra, akár vagy a saját belső magyarországi felhasználókhoz, hogyha az áru a szállításra kész, hogyha az áru a forgalomképes, ez az kell, hogy mindenki nagyon elvégezze azokat az ellenőrzéseket, azokat az árukezeléseket, amiket a szerződésében ő elvállal, és amiért ő a szolgáltatási díjat kapja. És úgy gondolom, hogy ebben még van hova fejlődni, de az egész, tehát az agrár társadalom felismerte ennek a fontosságát, és úgy gondolom, hogy tudtok segíteni a gazdáknak ebben itt az alatt? Azt értem, hogy tanácsadással menet közben, amikor gombásodással veszélyesebb helyzet van, akkor erre mondjuk felhívjátok a figyelmet, kimentek esetleg mintázni már a növényállományt, még ami kint van, mert ugye azt már látni a vége felé, a betakarítás előtt, hogy hogyan mondjuk egy fuzárium fertőzéssel az adott gabona. Tudtok ebbe segítségükre lenni, vagy maradjanak a szaktanácsadóiknál? Igazából 2016 elején mi az input anyaforgalmazást és a tanácsadást azt megszüntettük a cégnél. Mi a gabonakereskedelemmel, olajmakereskedelemmel, szójában a importra és a takarmány előállításra fókuszálunk. Úgyhogy úgy gondolom, és mi mindig is ezt mondtuk, hogy mindenki jó, azt folytatja és azt csinálja, azért. Mi a kereskedelmezés és a takarmánygyártást értünk, a termelést azt rábízzuk a termelőkre, akik szerintem ennél sokkal jobban tennek hozzá, hogy kell kezelni azt az állományt, amíg a földön van. A raktározásban természetesen tudunk segíteni. A raktározási tárolási szerződéseink, tárolási megállapodásaink kitérnek arra, hogy milyen kezeléseket, áru ellenőrzéseket kell elvégezni. Ez ebben, hogyha bárkinek kérdése van, akkor ebben természetesen a területi embereink tudnak segíteni, vagy akár a központi rokonunkból tudunk tanácsokat adni, de a termelésbe mi nem tudunk bele, és nem is akarunk.
Az egyik kérdésem még egy picit az európai kitekintés gabona termesztésre, felvásárlásra és a gabona piacra. Ugye Magyarországnak csomó konkurense van gabona ügyileg, főleg a nem európai országok közül, itt mondjuk Ukrajnára is kitérnék. Hogy látod, hogy az ő termesztésük azok most hogy állnak? Tehát, hogy mennyire nagy mennyiség tudnak-e idén rendesen betakarítani, mennyire lesz konkurense a magyar gabonára, erre akarok kiukadni a végén. Úgy gondolom, hogy Magyarország egy gabona és legfőképpen gabona felesleggel rendelkező ország. Ez a gabona felesleg, ez meg fogja találni a felvevő piacait, akkor is, hogyha a Ukrajna kétszer ennyit fog termelni, mint most. Tehát nekünk az a fontos, hogy a határok nyitva maradjanak, hogy a kereskedelem és az áruszállítás az zavartalan legyen, hogy el tudjuk látni a világot élelmiszerrel és takarmányra. Ukrajnában természetesen nagyon nagy hozam növekedést láthatunk az utóbbi 5-10 évben. Ők most egy földreform előtt állnak, sok változás lesz náluk is. Én úgy gondolom, hogy nem kifejezetten, tehát a magyar exportfelesleg az nem olyan hatalmas, nekünk az ukrán helyzetre annyira kell fókuszálni. A mi exportfelesleg, mondom, hogy nyitva marad, hogyha ha minden a kereskedéshez szükséges feltétel nyitva marad, akkor nem hiszem, hogy nekünk nagyon izgulni kell. A magyar kukoricás és árpa is meg fogja találni a helyi az országokban, vagy akár távolabbi desztinációkban, ahol eddig is nagyon jó híre volt a magyar termékeknek, és kifejezetten szeretik. Az, hogy a Ukrán és Ukrajnában és Oroszországban ilyen termés növekedést láttunk, ez azért előrelátható volt, és számolt mindenki ezzel, de én úgy gondolom, hogy a magyar termelők jövője, a magyar agrártermékeknek, gabonáknak a jövője az nem veszélyeztetett. Amikor a nemzetközi helyzet fokozódásáról beszélünk, akkor mondhatjuk azt, hogy azért azon túl, hogy ukrán gabona, meg európai piac, meg hajózás, meg szállítás, azért ebben vannak, hogy is mondjam, nem túl pozitív változások is. Azt mondtad, hogy Romániában export stop van. Hogy érinti ez a logisztikai folyamatokat? Ez jelen pillanatban, mivel ez múlt hét péntek ki bejelentése a román kormánynak, ez jelen pillanatban még nem a logisztikai folyamatokat, de például most, tehát jelen pillanatban az a helyzet, hogy ugye a magyar kukorica és búza exportnak egy része, az konstancai kikötőn keresztül kerül a világpiacra. Jelen pillanatban a konstancai kikötőben nem állítanak ki növényegészségügyi bizonyítványt a magyar átmenő árura sem, csak akkor, hogyha az EU, hogyha más EU országban megy. Tehát, hogyha a harmadik országban, akkor nem. Így egy hónapon belül ebből eléggé komoly gondok lehetnek, hiszen le fogjuk állítani, és nem csak mi, hanem mindenki le fogja állítani a dunai rakodásokat. Ez azt jelenti, hogy több áru marad benne az országban, és valószínűleg így nem fogtak tudni kiürülni a raktárak az új termésre, de úgy gondolom, hogy az EU is, és a magyar, és mi is, a szektor is dolgozik azon, hogy ez a helyzet megoldódjon, és ne kelljen ilyen dolgokkal szembesülnünk, amik nem szolgálják. Csak a konstancai kikötő játszik egyébként hajózásban, vagy az adriai kikötők is játszhatnak? Az adriai kikötőkbe nem nagyon megy exportforgalom ebben az irányban, és tudtommal sem a horvát, sem a szlovén kormány nem gondolkodik ilyen export korlátozó tényezőkben. A román kormánynak a román kormány intézkedése hátterében az áll, a román nép, tehát a malmi búzával való ellátottságuk az a kormány szerint nem elégséges, és ezért egy ilyen lépést foganatosítottak. Reméljük, hogy átgondolják ezt a lépést, és igazából a magyar eredetű árura feloldják ezt a korlátozást. Van még egy kérdés, amin aggódni szoktak a termelők, szerintem teljesen joggal, hogy addig, amíg az Európai Unión belül a növényvédelmet most már lassan majd valóban csak kapával lehet megoldani,
nyilván sarkítva a kérdést, addig Ukrajnában még szintén sarkítva akármilyen századelei növényvédőszerekkel is permetezhetnek, a gabonának pedig egységes a piaca. Van értéke annak, hogy egy terményt Magyarországon állítanak elő mondjuk szemben a nem európai országokkal? Hát ez egy nehéz kérdés. Igazából a nemzetközi kereskedelemben minőségi elvárások vannak. Ha ezt a minőségi elvárást magyar, román vagy ukrán gabona teljesíteni tudja, akkor azért egy bizonyos árat fog fizetni a piac. Az, hogy ha biotermék előállításról beszélünk, akkor annak természetesen van egy másik piaca, ami egy nagyon nagy prémiumot fizet azért, hogy bio módon állítódnak elő ezek a termékek. Ha mondjuk egy alapbúzáról beszélünk, mondjuk egy 12 és feles fehérjéjű búzáról, akkor azért nem fog senki többet fizetni, mert az Magyarországról jön, ahhoz képest mondjuk, mint hogyha Ukrajnából jönne, hiszen ugyanazoknak a minőségi paramétereknek kell megfelelnie. Hogyha valamivel többet tud a magyar búza, tehát mondjuk magasabb egy beltartalmi értéke, mondjuk egy W vagy egy malmi felhasználásra jobban felhasználható, akkor természetesen többet fogunk, tehát nagyobb árat fognak érte fizetni a piacon. Így a vége felé még az jutott eszembe, hogy ugye a Cargill nem csak terményfelvásárlással, hanem takarmánygyártással is foglalkozik. Hogy látjátok az állattenyésztési piacot Magyarországon? Mondom, Magyarországra gyártjátok a takarmányt, vagy abból is megy exportra, ezt nem tudom. A Magyarországon gyártott takarmány az nagy részt Magyarországon kerül felhasználásra. Nagyon nagy takarmánygyártó kapacitásaink vannak a Lengyelországban, ott bőven piacvezetőnek vagyunk, és az EU egyéb országában is, meg hát a világ többi országában is. Én csak annyit tudok mondani, hogy nagyon jó hónapokat zárunk a takarmánygyártásban, nagyon sok, tehát tudtunk erősíteni régebbi partnereinkkel is, és vannak új partnereink is, tehát maximális kapacitáson üzemelnek a gyáraink, és nagyon jó visszhangja van ennek a piacon. Gondolom, én a versenytársakról nem tudok és nem is akarok nyilatkozni. Nagyon jó hónapok vannak mögöttünk takarmányemelőállításban. Kedves Gábor, én köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetünk egymással. Jó volt hallani azt, hogy megerősített, hogy a gazdák bizton bízhatnak továbbra is a megkötött szerződésekben. Ez ebben a mostani időszakban bármilyen furcsa, de egy fontos biztató lépés a gazdák számára. Köszönöm, hogy ezt megerősítetted nekünk. Még egy kérdésem lenne így zárásként, hogy van-e valami olyan újdonságotok, amit mindenkitől megkérdezem, tőled is megfogom. Van-e valami olyan újdonságotok termékben, konstrukcióban, euróár stabilizálásban, bármi olyan valamiben elő tudtok állni a gazdatársadalom felé, amivel azt tudod mondani, hogy ezt most megosztanád velem, hogy tájékoztassuk erről a gazdatársakat? Én úgy gondolom, hogy ebben, ahogy te is mondtad, ebben a helyzetben az a nagyon-nagyon fontos a gazdáknak, hogy egy biztos partnerrel szerződjenek, és a szerződés minden pontja betartásra kerüljön, és az áru ellenértéke az akkor is legyen, amikor ők ezt elvárják. Ami nagyon-nagyon gőzerővel dolgozunk, és ez a vírus ez elősegítette azért ennek a fejlesztését, az a digitális platform, a kommunikációra való áttérés a termelőkkel és a szolgáltatóinkkal, tehát mondjuk itt raktározókra, fuvarozókra és a termelőkre. Ez a nyár végén, de mindenképpen ebben az évben várható még. Tehát azt már a termelők is észrevették, hogy számlákat és a számlával együtt jövő dokumentumokat most már egy központi e-mail címmel vagyunk beszámolva. Tehát egy ilyen optimalizálási, kiszervezési folyamaton már túl vagyunk, és ennek a következő lépés az, hogy mint ahogy a bankokkal és egyéb a kormányzat most már egy digitális platformon keresztül megy a kommunikáció, úgy gondoljuk, hogy ez a gabona kereskedelemben is elérkezett az idő arra, hogy egyszerűbbé, gyorsabbá, átláthatóbbá tegyük a kommunikációt. Ezen bőzerőben dolgozunk, és ez egy várható újítás, ami ki fog jönni ebben az évben még.
tőlünk, de hát ez majd egy, lehet, egy következő beszélgetés témája is. Reméljük így lesz, jó egészséget kívánok nektek, és a üzletben sikereket, és a gazdákkal való kapcsolattartásban pedig szintén stabil kapcsolatot kívánok. Jó egészséget neked, köszönöm a lehetőséget, hogy beszéltünk. Köszönjük, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk az idősekre, és együtt megoldjuk. Köszönöm szépen. Minden jót.